Készülődés, pakolás, eligazítás. Így indult a 24 órás evezés a csónakázó tavon. A feladat ezen a reggelen is az volt, hogy 24 órán keresztül mindig legyen legalább 2 hajó a vizen. A kihívás mellett a cél idén is az volt, hogy színes, látványos és érdekes programokat kínáljanak a szervezők. Újra úgy terveztük a 24 órás evezésünket, hogy egy kicsit a gyerekek ismerkedjenek meg a keleti főcsatornával, és itt nem titkolt szándékunk a szülőket és a több generációt bevonni, nagyszülőket ebbe a rendezvénybe, hogy ők is hadd tapasztalják meg, hogy hova engedik el a gyerekeiket, hogy biztonságos környezetben vannak. És annyira szép élmény volt látni azt az 56 embert, aki vízre szállt ezen a napon, 10 kenu, 20 kajak volt a vizen, tényleg a parton álló emberek is csodálkozva néztek bennünket, hogy milyen szépen neveznek a gyerekeink, fegyelmezettek, és nagyon jó érzés volt. Az első lépés tehát a keleti meghódítása volt. Két csoportban szálltak vízre a gyerekek, az első csapat a vízitúraállomásnál tette a hajókat vízre, a második csoport pedig az M3-as autópálya keleti hídjánál várta be a felfelé evező társakat, majd egyesülve visszacsorogtak a vízitúra fogadó állomáshoz. Amikor megérkeztek a gyerekek, az első feladata mindenkinek az volt, hogy felhozza a hajóját a vízről a töltés tetejére. Mi több, a gyógyfürdő és a keleti főcsatorna között pedig kézben kellett visszavinni a járműveket a csónakházhoz. Közben már rotyogott az üstben az ebéd, amelyet a lelkes segítők készítettek, hogy az evezés után minden korgó gyomor megteljen. Az ebéd puszta pörkölt volt, van neki pincepörköltnek híve paprikás krumpli hússal, elég becsületes mennyiség, hát biztos látod, mekkora volt az az üst. Hát abból minimum 3 ilyen literes tejfölös dobozzal maradt ki. És aztán délután folytattuk, volt a kis nasi, és este pedig lángost készítettünk. Hát ez a lángos, ez már ilyen visszatérő dolog nálunk. Évek óta mindig lángos sütünk. A lángosig persze még volt egy kis idő hátra, addig a tavon neveztek a gyerekek, illetve a bátrabb kedvű vállalkozók a strandröplabdapályán is kipróbálhatták magukat. A délutáni munkázásból kivette a részét Tóth Imre igazgató úr is. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon szép színfolt az iskolában, hiszen egy olyan sportegyesület, amelyik az iskola tanulóira és az iskola pedagógusaira épül. Nem tudom, hogy az országban hány ilyen van vajon, ahol ilyen szép szimbiózusban együtt tud dolgozni mondjuk egy városi önkormányzat, egy szülői közösség és egy iskolai szervezet. Úgy gondolom, hogy ennek a sikernek a kulcsa, hogy ilyen szépen szerepelnek a gyerekek, hiszen nem csak egy szabadidős programot, vagy nem csak több szabadidős programot szoktunk számukra szervezni, hanem részt vesznek a diákolimpiai versenyeken is, és nagyon szépen szerepelnek. Ez a nap természetesen nem csak a versengésről szólt, a cél a kikapcsolódás volt és a közösen eltöltött idő. Az első nap délutánján szép számban voltak hajók a vizen, és a strandröplabdapályát is hosszú időre megszállták a szülők és a gyerekek nagyobb csoportjai, akik estében nyúlóan játszottak. Eközben már sült a lángos összesen 8 kg lisztből az éhes szájak számára, és az este közelettével a gyerekek is készülődtek, hiszen az éjszakai evezésnek mindig megvan a maga bája. Nagyon szép volt az esti evezésben, megjelentek a csillagok is, amitől egy kicsit tartottam, hogy nem jön össze, de a naplementekor még a gyerekek is gyönyörködhettek a víztükörben megcsillanó narancssárga napban, illetve mindenki, a szülők, a nagyszülők gondoskodtak nekünk a kényelmünkről, tápláltak bennünket, egész nap főztek. Persze sötétedés után már csak a csónakház közvetlen közelében lehetett evezni. A legkisebb korosztály annyira aktív volt, hogy alig lehetett őket este lehozni a tóról. Kicsiket 10 órakor alig lehetett leszedni a vízről, mert ők még mindig akartak még sötétedésbe is evezni, illetve most egyetlen nagy sem aludta át az éjszakát. Az edzők nagyon szépen beosztották óránként 2 hajót, hogy mikor kikerül a vízre,
és azt az órát teljesen végigevezték a gyerekek. Éjjel is mentek tehát a hajók, ekkor már a legkisebbek a sátrukban rendezkedtek, és a lefekvéshez készülődtek. A nagyobb gyerekek és a felnőttek pedig vidám beszélgetésbe kezdtek, felkészülve az éjszakai kihívásra. Másnap péntek reggel. Elcsigázottan, de vidáman ébredezett a kis tábor. Már aki ébredezett, hiszen olyanok is voltak, akik végig fennmaradtak, hűségesen dacolva az éjszakai kihívásokkal. Míg rotyogott az üstben a reggeli lecsó és sült a kakasta részszalonna, lassan már mindenki azon gondolkozott, milyen is volt az idei 24 órás evezés. Szalka Eszternek például nagyon tetszett a keletin történő evezés. Kimentünk a keletihez, eveztünk, aztán visszahoztuk a hajót, és itt is folytattuk az evezést, majd megkaptuk a beosztást, és az alapján mindenki úgy pihent, hogy az felbírjon kelni, vagy ébren bírjon maradni. És reggel, ahogy felkeltünk, reggeliztünk, és utána szálltunk le vízre. Hogy milyen is volt az idei 24 órás evezés, ezt Eszter tömören és velősen foglalta össze. Fárasztó. Hát élvezetes, viszont egy idő után fárasztó. Petrás Misinek az egyik legnagyobb élménye az volt, hogy végre kellő időt tudott eltölteni egy igazi kajakban. Sokat segített ez a 24 órás evezés, mert megtanultam végre megülni a K1-et, mert én még nemrég kezdtem, ezt csak gyakoroltam, és sikerült menni nagyobb köröket. És hát volt lehetőség focira, röplabdára, tolaslabdázni is lehetett. Aztán hát itt aludtunk, és az volt a lényeg ennek a 24 órás övezésnek, hogy minden órában legalább két ember legyen a vizen, és váltogattuk egymást. Én 4 és 5 óra között voltam, és 11 és 12 óra között voltam len. Ahogy Misi elmondta, a hajnali ébredés volt a legnehezebb, azonban reggel mindenkit kárpótoltak a finom falatok. Persze nem is csoda, ennyi mozgás után kellett az energia. És milyen meglepő, itt nem válogatott senki sem. Most, hogy meglátnád egy menzán, hogy lecsót raknak elébük, akkor fúj. Na, itt nem fúj volt, itt aztán bőségesen megették, ugyanezt mondanám el a húsra is. Tehát amikor elkészül az a pörkölt, akkor egy közétkeztetésnél, vagy bárhol ugye piszkálja. Na hát itt nem piszkálgatták, ugye, mikor leelvezek a keletén egy pár kilométert, meg utána, hogy egész nap kiveszi az energiát belőlük, tehát muszáj pótolni, tehát ezt ilyen kis chipsekkel nem lehet. 10 órakor viszont bezárt a bazár, hiszen a végére értek a rendezvénynek. A cél az együtt töltött idő és a vidám mókázás, valamint a kacagás volt. Persze a játékos formának azért volt a vidámság mellett egy másik előnye is. A gyerekek rengeteget mozogtak. Volt olyan gyerek, aki ezen a rendezvényen 30 kilométert evezett. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó edzéssel felér. Ő is büszke volt magára. Nagyon sok gyereknek új lehetőség volt, hogy kipróbálhatta a K1-es hajót, és azt is láttam, hogy ugyan borultak néha, de volt sikerélményük, és ez a nap teljesen erre volt száma, nem kellett kapkodni, hogy na most jön mindjárt a szárazföldi edzés, hanem ők ezt most itt próbálgathatták önszorgalomból. A próbálgatás és az éles edzések sokasága persze még a következő hetekben is jelen lesz a gyerekek életében, de az is biztos, hogy ezt a rendezvényt a következő esztendőben is megrendezik, hiszen mindenki úgy jött el a csónakázótó mellől, hogy jövőre veletek ugyanitt.